Televíziónk vendége volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit! Önök a nagykunsági híradó külön kiadását látják 2022. március 18-án pénteken 18 óra 5 perckor. Televíziónk vendége volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Üdvözlöm miniszter urat, és köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll. Sokan köszönöm szépen a meghívást. Miniszter úr, hogyan látja az elmúlt években Magyarország és a Tisza-tó térségének gazdasági fejlődését? Én azt hiszem, hogy ma már Magyarországon mindenki tisztában van azzal, hogy országunk egyik legszebb, legvonzóbb és talán legnyugodtabb kikapcsolódást biztosító térsége ez. Aki még nem járt a Tisza-tónál, annak őszintén javaslom, hogy ezt tegye meg. Azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban végre a térség marketingje, PR-ja is azon a szinten van, ami elvárható. Szerintem sokáig még a belföldi turizmus térképén sem volt ott olyan hangsúllyal ez a környék, mint amilyennel az indokolt lett volna vagy lenne. Én azt hiszem, hogy azok a fejlesztések és beruházások, amelyek részben a gazdasági tevékenységekhez, de részben a turisztikához kapcsolódnak, azok most már gyakorlatilag nemzetközileg is versenyképessé teszik ezt a térséget. Én sok helyen jártam már a világban, de azt hiszem, hogy a Tisza-tó és környéke bárhol elmenne turisztikai attrakciónak. Gazdasági szempontból a koronavírus járvány mennyire befolyásolta az addig elért eredményeinket? Nézd, a világjárvány először is nyilvánvalóan előállított egy olyan gazdasági, olyan egészségügyi vészhelyzetet, amelyet a mi nemzedékünk még nem igazán látott. Egy olyan időszakon vagyunk túl, amikor az egészségügyi ellátáshoz szükséges alapvető eszközök nem álltak rendelkezésre. Egy olyan időszakban éltünk, amikor nagyon súlyos gazdasági konzekvenciákkal kellett aztán szembenéznünk, hiszen elég csak azt nézni, hogy a világgazdaság teljesítménye hogyan esett vissza. 114 millió ember veszítette el minimum a munkahelyét a statisztikák szerint, 5%-kal visszaesett a világkereskedelem, és 42%-kal estek vissza világszerte a beruházások. Mindez azt mutatja, hogy az addig ilyen megingathatatlannak hitt világgazdasági, európai gazdasági folyamatok, azok sajnos nagyon negatív irányt vettek. Hallhattuk a híreket világszerte a gyárak bezárásáról, a visszafogott kapacitásokról, a tömegessé váló munkanélküliségről. Ugye mi itt Magyarországon egy ellentétes utat jártunk be, mert volt egy kemény vita arról, hogy a magyar kormány milyen módon kezelje ezt a válsághelyzetet. Ugye az ellenzék vissza akart érni a 2010 előtti gazdasági megközelítéshez, amely úgy szólt, hogy minél több pénzt osszunk ki szociális alapon, osszuk el segélyekre az állam forrásait, mivel abból gazdasági teljesítmény nem áll elő, ezért vegyünk föl hiteleket, és azt is osszuk szét segélyre. Tehát így az országot bele akarták vinni egy adósság csapdába, egy adósság spirálba, amelynek a vége a totális kiszolgáltatottság a hitelezők irányába. Mi ezzel ellentétes álláspontot képviseltünk, mi azt gondoltuk, hogy nem a munkanélküliséget, hanem annak a megelőzését kell finanszírozni, ezért egy jelentős beruházás ösztönzési programot indítottunk el, amelynek köszönhetően itt ebben a megyében is és ebben a térségben is számos beruházás jöhetett létre. És azt hiszem, hogy a tavalyi esztendő eredményei, a 4 rekord, a valaha volt legmagasabb gazdasági növekedési ütem, a valaha volt legtöbb munkában álló ember, a valaha volt legmagasabb export teljesítmény és a valaha megkezdődött, egy év alatt megkezdett beruházások értéke, így összességében azt mutatja, hogy helyes stratégiát választottunk, helyesen döntöttünk akkor, amikor ragaszkodtunk 2010-ben meghirdetett és azóta sikeressé vált gazdaságpolitikai stratégiánkhoz.
A kormány kiemelten támogatja a családokat, és jó néhány intézkedést is hozott az elmúlt időszakban. Igen, a 2010 óta eltelt időszakban a mi gazdaságpolitikánk szíve közepében a magyar családok állnak. Ugye, ami nem csak a fiatalokat jelenti, hiszen amikor családpolitikáról vagy családbarát intézkedésekről beszélünk, akkor általában arra gondolunk, hogy a családok otthonteremtéséhez, a gyermekneveléshez szükséges intézkedéseket meghoztuk, hogy az iskoláztatás, az óvodába járás terheit csökkentettük, hogy előidéztük azt a helyzetet, amikor egy gyermek vállalása már nem jelent automatikusan rosszabb helyzetet gazdaságilag, mint hogyha nincsen valakinek gyermeke, de ebbe a körbe illik bele, vagy szükségesebben beleértsük a nagyszülőket is, az idősebb nemzedéket is. Ugye ma is egy nyugdíjas otthon, egy idős otthon átadásán vehettem részt, szóval hálásak kell, hogy legyünk az előttünk járó nemzedékeknek azért a munkáért, amit elvégeztek az ország érdekében, annak érdekében, hogy nekünk könnyebb legyen az életünk már. Ezért aztán fontos, hogy a 13. havi nyugdíjat is visszaépítettük, nyugdíjprémiumot adtunk, hogy nem csak megőriztük, de 10%-kal növeltük a nyugdíjak vásárlóértékét, amióta kormányzunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a bölcsődei férőhelyek számának a növelésétől, a családi otthonteremtési kedvezményen át, a családi adó kedvezmények érvényesítésén keresztül egészen az idősekről történő gondoskodásig egy széles spektrumot ölelnek fel a családpolitikai intézkedések, és ne felejtsük el azt sem, hogy a tavalyi rekordév létrejöttében hatalmas szerepe volt a magyar családoknak, ugye ennek elismeréseként adtuk vissza a személyi jövedelemadót azoknak a családoknak, ahol gyermeket nevelnek, és ahol a világjárvány alatt egy ilyen kettős kihívásnak kellett megfelelni, mert a szülőknek munkába kellett járni, hogy pénzt keressenek a megélhetésükhöz, és biztosítsák az ország működőképességét is, emellett pedig a gyermekekre is figyelni kellett, akik pedig nem tudtak járni egy darabig iskolába vagy óvodába, otthon kellett velük tanulni. Szóval ezt a dupla kihívást próbáltuk valahogy elismerni, és ennek a legjobb formája az a személyi jövedelemadónak a visszatérítése volt. Nem mehetünk el a migráció kérdése mellett sem, amely ugye országunkat három irányból támadja, és nem egyenlő az Ukrajnában a háború elől menekülőkkel, erről majd a későbbiekben beszélgetünk egy kicsit. Miniszter úr, hogyan látja a migrációs kérdést Brüsszel, illetőleg az Európai Unió migrációs politikáját is figyelembe véve? Ez a tömeges illegális migráció veszélye az sajnos továbbra is itt van velünk, mert sem azok a konfliktusok nem haladtak a megoldás irányába, amelyek kiváltói a migrációs folyamatoknak, sem az európai migrációs politika nem tesz többet az európai kontinens biztonságáért, és Brüsszelből is egyre inkább inspirálják azokat az embereket Afrikából, Ázsiából, akik Európába akarnak jönni, hogy induljanak útnak. Ugye ezt mutatják a számok is, több mint 100 000 illegális bevándorlót tartóztattak fel a magyar honvédek és rendőrök Magyarország déli határán. Az idei esztendőben is már jóval 10 000 fölött van a magyar határt megostromló, azt megsérteni szándékozó illegális migránsoknak a száma. Rá támadnak a rendőrökre, dobálják őket, keresztül mennek minden, ami jellé, szóval agresszíven viselkednek. Magyarország egyértelmű érdeke az, hogy a migránsokat kívül tartsuk, nem is engedjük be őket, megvédjük a határainkat természetesen, és amíg mi kormányzunk, addig illegális migráns ide Magyarországra nem jöhet be. Ezt többször világossá tettük, az ehhez szükséges fizikai infrastruktúrát kiépítettük, mert van kerítés, a rendőrök ott vannak, a katonák ott vannak, és emellett pedig olyan jogszabályrendszert hoztunk létre, amely segít minket kívül tartani az illegális migránsokat Magyarországon. A világ néhány héttel ezelőtt az orosz-ukrán konfliktus háború felé fordította a figyelmét, amely Magyarország mellett Ukrajnában zajlik. Miniszter úr, hogyan látja, hogy melyek lehetnek a közép- és hosszú távú gazdasági hatások, szintén az Európai Unió és Brüsszel a már meghozott, illetőleg meghozni kívánó szankcióinak tükrében? Hát nagyon nehéz a lehetséges gazdasági hatásokat még elemezni, az egészen biztosan, hogy nem lesznek pozitív a hatások az európai gazdaságra nézvést, hiszen hogyha háború van egy kontinensen, az nyilvánvalóan nem segíti gazdaság teljesítményének növekedését. Ráadásul, ami most zajlik a szankciókkal, az
vagy a szankciók egyik következményeként az a kontinens keleti és nyugati fele közötti gazdasági együttműködési szálak módszeres egyenkénti elvágása. Én nem tudom, hogy ezek a szövetek, ezek a szálak majd bármikor is a közeljövőben újra tudnak-e épülni, ha egyáltalán újra épülnek, akkor milyen mértékben, mekkora sérüléseket hagynak maguk után. Egyelőre nyilván nem is ennek van itt az ideje, hanem a béketeremtésnek, hogy elérjük, hogy minél előbb béke legyen a szomszédságban, hiszen a háború az a legrosszabb hír, a háború a legrosszabb forgatókönyv, a háború nem megoldás semmire. Emberek halnak meg, felesleges emberáldozatokat követel a háború, jó lenne ennek az egésznek véget vetni. Ugye ilyenkor világossá kell tenni, hogy mi a mi kötelességünk. A mi kötelességünk az, hogy biztosítsuk Magyarország kimaradását ebből a háborúból, és biztosítsuk azt, hogy ne a magyar emberekkel fizettessék meg ennek a háborúnak az árát. A V4-ek együttműködése miért fontos Magyarország számára? Hát az Európai Unió történelmi kihívások előtt áll. Ezt a mondatot gyakorlatilag most már 11-12 éve ismételgetjük, és ismételgetjük jogosan. Emlékezzünk csak vissza a pénzügyi válságra, a migrációs nyomásra, a világjárványra, az annak nyomán előálló világgazdasági krízisre, és most a háborúra. És ebben az esetben nyilvánvalóan zajlik a vita, a gondolkodás arról, hogy milyen irányban látjuk helyesnek Európa jövőjét, és itt fontos, hogy van egy közös gondolkodás a közép-európai országok részéről. A visegrádi csoport ma az Európai Unióban a leghatékonyabb és legszorosabb összefogás, dacára annak, hogy sokan próbálják, ugye azokat a rémhíreket kelteni, még szerint ennek az egésznek már rég vége van. Ez nincs így. Természetesen minden egyes kormányváltáskor, vagy nagyobb európai történéskor ezek a hírek felröppennek, de mégiscsak az igazság az, hogy a visegrádi csoport megléte, jó működése eddig számos pozitívumot hozott a közép-európai országok számára. Például talán a legnagyobb történelmi hőstette a visegrádi csoportnak az, hogy sikerült megakadályoznunk a kötelező letelepítési kvótáknak az átpasszírozását az európai döntéshozatali mechanizmuson a migráció kérdéskörében. Az elmúlt héten választottunk köztársasági elnököt Novák Katalin személyében. Miért bírt ez kiemelkedő jelentőséggel, ez a köztársasági elnök választás miért volt más? Szerintem hatalmas jelentősége van annak, hogy most már végre egy hölgy tölti be ezt a tisztséget. Modernkori Magyarország történetében először. Büszkék lehetünk arra, hogy ez egy jobboldali pártcsalád hivatali ideje alatt történik. Novák Katalint én személyesen is jól ismerem, egymás mellett ültünk a kormányüléseken, amíg családügyi miniszter volt. Szerintem kiváló munkát végzett. Hogyha az elmúlt évek családpolitikai teljesítményét figyeljük, akkor azt látjuk, hogy mintegy 200 ezerrel több gyermek született, mint hogyha a baloldal kormányzott volna tovább. Ez a jobboldali családpolitikának a nagy eredménye, a jobboldali családpolitika pedig az elmúlt években Novák Katalin nevével forrott össze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a legalkalmasabb, legjobb ember került ebbe a pozícióba, és talán most van a legjobb ideje annak, hogy egy hölgy, egy nő tölti be ezt a tisztséget, hiszen háború esetén a hölgyek igazán bele tudnak gondolni azoknak az anyáknak a helyzetébe, akiknek a gyermekei akármelyik oldalon, a fronton harcolnak, és bele tudnak gondolni azoknak az anyáknak a helyzetébe, akik nap mint nap azért aggódnak, hogy viszont láthatják-e a fiúkat. Ezért azt hiszem, hogy a hölgyek sokkal érzékenyebbek a béke kérdésére, és ez most nagy szerencse nekünk, hogy egy hölgy, egy nő lett a köztársasági elnök, mert talán ő még hatásosabban, hatékonyabban tud majd fellépni ebben a kérdésben. Április 3-án kerül sor a gyermekvédelmi népszavazással egybekötött országgyűlési választásokra. Mi most a tétje a választásoknak? Nézze, szerintem a háború nélkül is elmondhattuk volna, hogy sorsdöntő parlamenti választás következik. Amióta kitört a háború, az pláne így van, hiszen látszik, hogy a baloldal milyen veszélyt hozott Magyarország fejére, azzal, hogy katonát és fegyvert is szállítana ebbe a háborúba, azzal, hogy engedné a halált okozó fegyver szállítmányok áthaladását Magyarország területén. Hogyha most ők kormányoznának, akkor Magyarország nagyon komoly veszélybe került volna, gyakorlatilag belesodródhatott volna ebbe a háborúba.
a magyar emberek világos döntést hozhatnak, hogy a békére és a nyugalomra szavaznak-e, ha igen, akkor ránk szavaznak, ha pedig ezzel ellentétes álláspontot képviselnek, akkor csak a háborús baloldalt tudják választani, illetve Magyarország belesodródását ebbe a háborúba. Történelmi a jelentősége, sorsdöntő a jelentősége ennek a választásnak. Miniszter úr, köszönöm az interjút. Köszönöm én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, vigyázzanak magukra, viszontlátásra! Kedves nézőink, Önök a Nagykunsági Híradó külön kiadását látták. Riportjainkat megtekinthetik a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le applikációnkat az App Store vagy a Google Play segítségével. Viszontlátásra!